Hogyan jellemeznék Ohatot? Hát egy lepusztult. Hát itt volt valamikor a nagy gazdaság. Hát nincsen belőle semmi. Igen. Debrecenből a 33-ason vitt az utunk Ohatra, a főútról letérve foltozott, szakaszosan felújított aszfalton jutottunk el a településre. Rendezett gazdaságok és omladozó vályogházak fogadtak minket azon a néhány kilométeren, míg végigmentünk Ohat főutcáján. Körbejártuk a falut, az utcán lévő lakosok pedig már messziről kiszúrták az idegen autót, végül a helyi kocsma előtt elegyedtünk szóba néhányukkal, aznapra végeztek a munkával. Kell tudni erről a faluról, hányan laknak itt? Hát 50-en. Talán még annyian sem. És hogy telnek itt a mindennapok? Azért látom, hogy... Neheze. Elég kevés lehetőség van itt. Neheze. Hát főleg a munka szempontjából, hát ez semmi az a közmunka. Mert hát az önkormányzattól hiába kérünk segítséget, semmit nem kapunk. Semmi. Vagyunk hárman közmunkások. Három nő. Egy ilyen nagy területre. Meg ott van a játszótéren ugye a víz is, avval se foglalkoznak, a gyerekek ott mellette fociznak a víz mellett. És milyen volt régen a falu? Mondta, hogy ilyen 30 éve lakik. Ez itt. Nagyon szép volt. Virágos. Nem volt itt lepusztulóba. Nem volt itt így. Rózsák voltak. Az út mellett. Itt működött a konyha, itt hát mellettünk, innen itt lehetett hordani az ebédet. Ide jártak az irodista, ide jártak ebédet. Igen. Persztről jártak színpad, énekesek, minden. Ha volt itt minden, olyan szegy, hát itt el volt kerítve. Igen. Biztosan. És ez mikor szűnt meg? A rendszerváltáskor. 89-ben. És akkor ez az épület, ez most... Ez senki, ez is megint tönkremény. Úgy van, hogy mink takarítsuk itt a környékit. Rombava. De nincs annak se gazdája. Rendben volt itt olyan tisztaság volt, hogy ha nem nézett ki így, ez sem, mint a gyúva, úgy néz ki minden. Nem? Hát, elég lepusztult. És a házak, amik dőlnek össze, azok is a senkié, vagy... Hát, hát tulajdonképpen a államkincstár élet volna, vagy lenne. De hát van itt két sorház ledőlt. A harmadik már itt megkezdtem, mert ott is már a második ház megy mindjárt. Ezen a soron. Bár a víz a legtöbb házba be van kötve, mégis autóval hordják az ivóvizet Ohatra, mert a csapból jövő ihatatlan. Gáz nincs bevezetve a településre, és talán nem is csoda, hogy aki teheti, elköltözik innen. Hát mondjuk én meg nem mennék el a világ pénzéért. Én már nem. Én laktam telekházán 40 évig, nekem az pont elég volt. Nekem itt sokkal jobb, nyugodtabb. Jó, csendes helye. Az biztos, nekem nyugodtabb. Úgy tűnik, mégis van remény. Ohat sorsával kapcsolatban megkerestük Egyek polgármesterét, dr. Milucki Attilát, aki az Egyek, Telekháza és Ohat közötti háromszög közepén egy ipari park létesítésében látja a fejlődés lehetőségét. Erre egy 500 millió forintos támogatást is nyertek. Ha tetszett a videó, ne felejtsd el lájkolni. Hasonló 360 fokos videókért iratkozz fel a Hírek 360 YouTube csatornájára, kövess Facebook és Instagram oldalunkat.